estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazinműsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, most a dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrral készített interjúnkat látják az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk külön kiadása következik. Köszöntöm kedves nézőinket, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrral beszélgetünk ma több témát érintően. Miniszter úrral napokban Kínában tett látogatást, mi volt ennek az apropója, a célja? Kína egy nagyon fontos partnerünk, a magyar mezőgazdasági termékeknek egy jelentős felvevő piaca, és amit megtermelünk, azt el kell adni. Magyarország rendelkezik jelenleg a legtöbb kínai beviteli engedéllyel. Itt a sertéshús, a gabona, a különböző feldolgozott víziszányas termékek, baromfi termékek tartoznak ebbe a körbe, és most az a célunk, hogy tudjunk oda exportálni kukoricát, illetve tejtermék kategóriákat is, illetve a legfontosabb talán valamennyi kezdeményezés közül az, hogy mivel Kínában nagyon népszerű az internetes kereskedelem, ezért az internetes kereskedelemhez szükséges termékeknek a logisztikai bázisa Magyarországon legyen, tehát Magyarországról és a régióból gyűjtsük össze azokat a termékeket, amiket a kínaiak meg tudnak rendelni interneten. Ezekről tárgyaltam Han Changfu miniszter úrral, illetve olyan tartományi vezetőkkel, akik egy 100 milliós közigazgatási egységet irányítanak, tehát van felvevő piac, de nyilván nagy a tülekedés is ezen a piacon. Nekünk elsőrendű célunk az, hogy Magyarország tovább tudja növelni a kivitelét Kínába. Hát ha belegondolunk, hogy ma már a 10. legnagyobb kereskedelmi partnerünk, akkor látszik az, hogy jó úton járunk. Oda kell vinni a termékeinket, ahol van fizetőképes kereslet. A magyar konyhát szeretik, a magyar élelmiszereket szeretik a kínaiak, és minél többet szeretnénk nekik exportálni. Mennyire voltak nyitottak? Hogyan értékeli ezeket a tárgyalásokat? Minél többször megy az ember, annál nyitottabbak, de hát nyilván távoli ország és máshol is vannak magyar piaci lehetőségek. Én azt hiszem, hogy itt egy komoly előrelépés előtt állunk. Így is többszörösére, négyszeresére nőtt a magyar kivitel Kínába, és 2010 óta eleve a magyar agrárexport több mint egyharmadával nőtt. Tehát van egy ilyen felívelő szakasza az agrár exportnak, élelmiszer exportnak. Ezt szeretnénk, hogy ez a folyamat ez ne álljon le az elkövetkező időben is. Bőséges terméseink voltak az elmúlt években, elkövetkező időben is erre számítunk, és ezt el kell adni. És Kína ez egy nagyon hálás célország. Még egy adatot szeretnék elmondani, hogy a magyar boroknak a 4. legnagyobb felvevő piaca már most is Kína. Ha már borokról beszélünk, akkor beszéljünk a pálinkáról. Nagy érdeklődést mutatnak Kínában a magyar pálinka készítési technológia iránt. A technológia, agrártechnológia, élelmiszeripari technológia eleve egy olyan terület, ami a kínaiakat érdekli. Szeretnék növelni a termelést, hiszen nő a fogyasztás is. Egy kínai ember ma körülbelül úgy él, mint egy átlag közép-európai fogyasztó, és egyre több élelmiszert vásárol, különlegességeket, pálinkákat, borokat, rövid italokat, tiköröket is vásárolnak. Ehhez szeretnének technológiát. Más jellegű az a pálinka, amit Kínába fogyasztanak, de a magyar pálinka főze technológiák iránti érdeklődés már látszott jó néhány vásáron. És én arra számítok, hogy az omékon is lesznek kínai érdeklődés. Mikor rendezik meg az omékot, és mi az idei év különlegessége? Az omék arról szól, hogy a vidék legjava, a legfinomabb élelmiszerek mutatkoznak be Budapesten, és most egy egészen nagy kiállításra készülünk. Kedden lesz szakmai nap, ilyen korábban nem volt, ez 19-e, és 20-ától 24-ig tart a 78. omék. Mindegy 1000 kiállító van, a kézműves élelmiszerek rendkívül nagy repertoárban lesznek, ott karcagi birkacsárda is lesz természetesen, a határon túli gazdaszervezetek, termelők is egészen nagy területen mutatkoznak be, de végül is minden lesz, állatbemutatók, különböző játékos programok, pecasuli, borbemutató, borkóstolási lehetőségek, a
különböző kézművesek, akik az iparművészeti termékeikkel, kézműves termékeikkel lesznek ilyen, tehát nem pusztán az élelmiszergazdaság, ami azért nagyon változatos terület, hanem a kiegészítő területek is ott lesznek. Komoly vendéglátásra is lehetőség nyílik, hiszen jó néhány büfé, konyha települ ki. Én azt javaslom, jöjjön el mindenki, aki szereti ezt a világot, nem szabad kihagyni az idei omékon. Ki lesz az idei rendezvény, illetve kiállítás díszvendége is? Mi várható, mivel mutatkoznak majd be? Japán lesz, egy olyan ország, amely igazán sikeres, és amely a magyarok számára is mindig érdekes volt. A miniszter helyettes fogja képviselni Japánt, és a japán gasztronómia mutatkozik be elsősorban, hiszen Magyarországon ez van jelen, de lesz még néhány más kiállító is, aki azt hiszem, hogy majd kivívja a közönség érdeklődését. Ez talán legyen meglepetés. Beszéljünk egy picit Karcagról. Az egyik újdonság itt a városban, hogy az egyik általános iskola egészen pontosan a Szent Pál Marista általános iskolában. A napokban majd megnyílik egy tanoda, ez egy szokatlan elnevezés. Miniszter úr, mit tud arról, hogy mi is ez a tanoda, mi a célja, miből valósult meg ez a fejlesztés? Gratulálok a Marista szerzetesednek, hiszen nagyon eredményesen dolgoznak itt Karcagon, és a karcagiak elismerését is kivívták. Ez a pályázat pedig egy külön siker, hiszen 18 millió forintos programról van szó. A tanodának az a lényege, hogy a tanórák utáni foglalkozás keretében a gyermekek, itt 45 gyermek alaposabb képzésbe részesül, olvasás, zene, sport tevékenységek, tehát a tananyagnak tulajdonképpen egy alaposabb elsajátítása és kiegészítése zajlik, azért is, hogy a művetségi szintjük emelkedjen, így könnyebben tudnak boldogulni, beilleszkedni a társadalomba, fegyelmezni, ezettebbek lesznek, hiszen ez egy rendszeres odafigyelést igénylő plusz foglalkozás. Én biztos vagyok abban, hogy a Marista szerzetesrend a Karcagon dolgozó tagjaik azok csak úgy, mint a korábbi programoknál itt is eredményesek lesznek. Köszönöm az interjút, miniszter úr. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Engedjétek meg, hogy megkezdjük a sajtótájékoztatónkat. Felkérem Szabó András urat, polgármester urat köszöntője megtartására parancsol. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai esemény a Nagykunhús Kft-ről és a Coop Hungary ZRT-ről fog szólni, hisz az egész sajtótájékoztató róluk szól. Mind a két cég nagy tiszteletnek örvend Kunhegyesen, hisz a város költségvetéséhez is nem kevés pénzzel járulnak hozzá, a Coop több mint 1 millió forinttal, a Nagykunhús Kft. Pedig 18 millió forinttal, hisz Kunhegyesen a legtöbb munkahelyet a Nagykunhús Kft. Adja, több mint 300-an dolgoznak ezen a munkahelyen, és a Coop is 11 családnak biztosítja a megélhetést, hisz az üzletében ennyien dolgoznak. Mindkét cégnek a szolgáltatása kiemelkedő városi szinten, ezért én köszönetet mondok a vezetésnek, a dolgozóknak, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, polgármester úr, és mi sem fémjelzi talán jobban, hogy milyen jó a város és a térséggel a kapcsolata a cégnek, mint hogy az itt megjelent VIP vendégek, és meg is kérem őket, hogy legyetek kedvesek, mutatkozzatok be a sajtó számára. Parancsoljatok. Jó hangosan, hogy mindenki hallja. Mindenkit üdvözlök, Kovács Sándor vagyok, a Jászlajkhoz szólok megyei közülés elnöke. Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Fazekas Szabolcs vagyok, szomszéd település továbbmester, a polgármester, a Nagykunhús Kft. Beszámítója. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszöntök mindenkit, Bánfi Zsuzsanna vagyok, a Kunhegyesi járási hivatal. Köszönöm. Én is köszöntök mindenkit, Kopai Lajos vagyok, a Kunhegyesi rendőrös. Köszönöm szépen, és már is megyünk tovább. Megkérem
Réde urat tájékoztatója megtartására, parancs. Államtitkár úr, polgármester úr, elnök úr, és minden kedves meghívott, kedves vendégek, hölgyeim és uraim. Nagy örömmel köszönöm meg a nagykunhúsnak, Szegedi Sándor barátunknak, hogy a mai napon lehetővé tette, hogy itt a Kóprali egy olyan helyszínen álljon meg, egy olyan vállalkozást ismerhessen meg, amellyel mi gyakorlatilag az alapítása óta együtt dolgozunk, hiszen 25 éves a nagykunhús az idei esztendőben, és mi azt tapasztaltuk, hogy ez alatt az idő alatt nem csak egy fejlődőképes és rendkívül innovatív vállalkozás a nagykunhús, hanem rendkívül jó üzleti partner is. Nyilván maga a negyed század is bizonyság erre. Tudnám mondani azokat a termékeket, amelyeket itt meg lehet kóstolni, és már elhangzott, hiszen díjnyertes termék, például ez a méteres kolbász, aminek két verziója is van, nem csak a csípőset szabad kóstolni. Egy nagyon finom, nagyon kellemes termék, vagy a sonkák, és sorolhatnám sorba, és tudom, épp itt beszélgettünk róla, hogy ismét újabb és újabb elképzelések vannak, hogy hogyan fejlődhet tovább ez az üzem, hogyan lesz még hatékonyabb, és hogyan tud még több vásárló számára kiváló magyar termékeket gyártani. Ami a legfontosabb, ha van jó példája annak, hogy ez a Kóprali miről szól, akkor a nagykunhús és a Kóp együttműködése a legjobb példa erre. Hiszen még egyszer mondom, az első perctől kezdve együtt dolgozunk, egy magyar tulajdonú vállalkozás és egy nagyon jó, fejlődőképes, innovatív vállalkozásról van szó, és én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ezen a helyszínen. És hát azt hiszem, az első pillantásra mindenki megítélheti, hogy ez a környezet maga is olyan, hogy rendkívül igényes vállalkozásról van szó, tehát abszolút a minőséget is magában hordozza valamennyi termék. Gratulálok hozzá, és még egyszer köszönöm az egész Kóp csoport nevében, hogy itt egy állomásként megállhattunk, és remélem, hogy még többet megtudunk az üzemről, a vállalkozásról. Gratulálok az eddigi munkához, és kívánom, hogy a jövőben is hasonló eredményességgel tudjunk együtt dolgozni. És befejezésül egy gondolat még, ami már tulajdonképpen a végszó után van. Közösen kezdtünk el az úgynevezett Tallér programot, ami arról szól, hogy Tallér név alatt a hazai kis-közepes vállalkozások által, ma már túl van ezen a nagykunhús, de így kezdődött, által gyártott termékek, amelyek a házias hazai ízeket testesítik, megjelenítik meg, és ebben nem csak húskészítmények kerültek bele, hanem egy korábbi állomáson talán mindenki találkozhatott például tésztával, de savanyúság és még sorolhatnám más egyéb termékek is. Jelentek meg, és ez a Tallér program itt a mi régiónkban egy rendkívül sikeres program. Ez alatt a név alatt olyan áruféleségeket találhatnak meg a vásárlók, amikor tudják, hogy ez egy hazai termék, hazai ízekkel, hazai gyártásból, és természetesen hagyományos ízvilággal, ami a fogyasztóink számára nagyon fontos. Én külön köszönöm ezt is Szegedi Sándornak, hogy ebben együttműködhettünk, és ők is részesei voltak ennek a programnak a megvalósításában. És még egyszer mondom, a legpregnánsabb példája ennek a rallinak, ami a cél, hogy valójában hogyan dolgozik együtt kereskedő és termelő. Köszönöm szépen még egyszer, további sok sikert kívánok! Szépen! Hát amikor a nyár közepén itt jártunk és egyeztettünk Sándor a vezérgató úrral, akkor én meglepődve láttam, hogy az irodájában igen sok és szép relikvia van. Hát reméljük, hogy most ezeknek a relikviáknak a sora bővülni fog ezzel az emléklappal, annak emlékére, hogy a Kóp Rally itt járt, és az egyik állomása volt. Megkérlek, légy szíves, add át. Köszönöm szépen, és továbbadnám a szót akkor Sándornak. Köszöntök én is mindenkit, államtitkár urat, szervezőket, sajtót, barátaimat, és mindenkit, aki részt vett a Kóp Rallynak a megszervezésében. Cégünk büszke arra, hogy egy állomása a Kóp Rallynak, hisz mi is nagyban egyetértünk azzal, hogy a magyar feldolgozókat, magyar termelőket csak úgy lehet bemutatni, hogyha magyar polcokon megjelennek a termékeik. Többiről lehet sokat beszélni, de az mégsem valóság. Én azt gondolom, hogy a Kóp az egyetlen olyan üzletlánc, ahol a polcokon 80% magyar termék. Ma már a magyar gyártók, feldolgozók képesek fölvenni a versenyt a kintről külföldi országokból bejövő termékekkel.
Sőt, fogalmazzunk úgy, hogy már nem is kell, hogy az újdonság ereje hasson ránk, hisz az elmúlt 20 évben megtapasztaltuk. Jó egy újdonság, 2 napig, 3 napig, 5 napig, de a magyar embereknek a magyar paprikát, a magyar fokhagymát, és még sorolhatnám tovább mit, csak mi tudjuk úgy összerakni, hogy ez számunkra minden nap élvezhető legyen. Soha nem volt hajlandó a Nagykomus Kft. Fölvállalni azokat a gazdasági előnyökkel járó haszonszerzés, pénzhez jutást, amikor a terméket butítottuk, vagy megtanultuk szójával és egyéb más adalékanyaggal. Inkább mindig abban az irányban törekedtünk, hogy minél egészségesebbek legyenek ezek a termékek. Éppen ezért van ennyi relikviánk, mert azért ezt más is észrevette, és elsősorban a Kóban azért tudunk 25 éve együtt gondolkodni, mert ők ennek éllovasai voltak, mint ahogy említette Rédei úr, sőt, kitaláltunk egy olyan márkanevet, közösen kidolgoztunk rá termékeket, amit úgy hívnak, hogy Tallér, és ennek a terméknek önmagában mindenki elkötelezett gyártója, és itt a minőségért mindig a gyártó felel. Szeretném, ha a Nagykomus Kft. Nagyon sokáig együtt tudna gondolkodni a Kóppal, együtt dolgoznánk. Köszönöm, hogy állomásai lehetünk és részt vehetünk ezen a nagyon-nagyon, mondjuk úgy, kedves rendezvényen, hisz a 12. és a 12. rendezvény mindegyik állomása, én úgy gondolom, a megálló után meghozta azt a vált sikert, hogy a cég ismertebbé vált, bátrabban nyúlnak a fogyasztók hozzá. És természetesen ő megdicsért engem, én meg kell, hogy őket dicsérjem, hisz ha azt mondom, hogy 25 év, ez se igaz, mert hisz ugye ez az üzem, amit önök most itt látnak, ez valójában a Kópé volt. Valamikor ugye Áfésznak hívták, és ez az üzem az Áfész tulajdonában lévő üzemecske volt, amit a rendszerváltáskor nem sikerült folytatni, mi átvettük, gondoltunk egyet, és vittük tovább, de nem hagyták el a kezünket, nem engedték el a kapcsolatot, azt mondták, hogy amit gyártatok, behozhatjátok. 900 négyzetméterről indultunk, ma 9000 négyzetméteren termelünk, indultunk 15-20 emberrel, ma úgy, ahogy polgármester úr mondta, 300 ember dolgozik a telepünkön, és természetesen ugye itt nem álltunk meg, mert úgy gondoljuk, hogy az a program, hogy van egy szép üzemünk és gyártunk, ahhoz alapanyag is kell. Elindultunk az alapanyaggyártás irányába is, saját sertéstelepünk van, saját magunknak állítunk elő hozzá élősertést, de ha már van élősertés, akkor legyen egy kis gabona is, úgyhogy most már magunknak állítunk elő gabonát is, hogy az a folyamat, ami a termőföldtől az asztalig eljut, az ellenőrizhető legyen és összezárható. Emiatt, amellett, hogy a Kópokkal is folyamatosan együtt dolgozunk és értékesítjük a termékeinket, vannak mintaboltjaink határon túl, határon innen, hisz eljött az a perc, amikor már ezek a feldolgozó üzemek képesek arra, hogy ne csak importban gondolkodjanak, hanem exportba is, és mi ugye azért 2006 óta töretlenül folyamatosan határon túl, mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy az ottani magyarságnak, de azon túl már mondhatjuk bátran, mert volt olyan 2 év, amikor mondjuk a Konstancán, a Fekete-tenger partján mi nyertük a pályázatot, és mi láttuk el hússal egész Romániának azt a részét. Örülök, hogy itt vagyok, és részese lehet ennek a nagyon-nagyon jó rendezvénysorozatnak, ez a 12., és remélem, hogy még fogunk találkozni, mert biztosíthat helyszínt 3-4-5 év múlva, amikor megvalósul az újabb beruházásunk, újra lesz mit megmutatnunk, esetleg fejlesztéseink útján újabb termékeket tudunk a piacra hozni, amiben úgy gondolom, hogy a Kóboltokban majd találkozhat mindenki. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, illetve hát jó szórakozást a mai versenyhez mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy vezető igazgató úr szavait. És azt hiszem, hogy jó volt azt hallani, hogy tulajdonképpen olyan terméklánc, amelynek a születésétől kezdve a végfelhasználóig, a vevőig nyomon követhető egy áru. Azt gondolom, hogy ez igencsak imponáló dolog. Felkérem államtitkár urat, hogy most már a 4. állomás helyre érve az eddigi benyomásaidról, ha egy pár szót mondanál, vagy itt a helyszínen, amiket tapasztaltál. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, polgármester úr. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy először is, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket a Földművelési Minisztérium nevében. Hát az első benyomás, amit az előttem elhangzott hozzászólások után az volt, hogyha
mindenhol hasonlóan jól együttműködnének, hát nem nagyon lenne dolgunk, kis túlzással természetesen, vagy jobban és egészségesebben működne a magyar élelmiszergazdaság, de pont azért vagyunk itt, hogy ezt a jó példát önökön, a médián keresztül eljuttassuk másokhoz is. Azért jó hallani az ilyen típusú jó példákat, mert azért arról azt gondolom, hogy ügyvezető úr tudna beszélni, a sertés ágazat az nem mindig felfelé ívelő szakaszokat él meg, ez bizony néha egy kicsit hullámvasút. Éppen ezért mindig jó, hogyha akár az alapanyag és a feldolgozás egybe kapaszkodik, és ha ez ráadásul még társul a kereskedelemmel egy szoros kapcsolattal, azért ezeket a hullámvasutakra nem feltétlen kell jegyet venni, hanem lehet egy kicsit ott oldalt félreállni. A viccet félretéve, azért valóban úgy van, hogy a sertés Magyarországon egyrészt kiemelt terület, másik oldalon pedig foglalkozni is kell vele. Azt hiszem, hogy aki az elmúlt időszak különböző ciklusait megélte, legyen termelő sertéstartóról, legyen szó vágóhídról, készítménygyártóról, azt tudja, hogy bizony itt azért elég komoly dolgok történtek az elmúlt időszakban, és nem csak arra gondolok, hogy az oroszok éppen embargót vezettek be, nem csak arra gondolok, hogy milyen más kihívások és adott esetben áresések is következtek be a piacon, hanem bizony, ezen a területen nagyon komoly mértékben küzdöttünk a fekete gazdasággal, és nem véletlen, hogy 2014-ben, jó régen volt, 2014-ben ezen a területen indult meg az áfa csökkentés, és szépen évről évre ezzel léptünk be lényegében abba a hasznos folyamatba, amely akár ma már, ugye jövő évtől már a belsőségek tekintetében is lényegében áfa, 5%-os áfa kulccsal fogja a sertéshúst érinteni. Ez azért fontos, nem csak azért, mert segíti a versenyképességét ezeknek a vállalkozásoknak, hanem jó a magyar fogyasztónak is, hiszen egy tiszta versenyben a jól működő vállalkozások azok, akik lényegében egy nagyobb valószínűséggel minőségorientált termelést is folytatnak. Azt gondolom, hogy a magunk részéről megtettük azokat a lépéseket, amelyhez a túléléshez kellett a különböző nehéz időszakokban, hiszen akár támogatási oldalon, amelyet a sertéstartók kaptak, akár a feldolgozók, amelyek most már fejlesztési oldalon kapnak a működésükhöz, beruházásaikhoz segítséget, ez bizony mind azt fogja eredményezni, hogy a legfontosabb kérdésben a fogyasztók igényeinek megfelelő termékek előállításában mind eredményesebbek lesznek a magyar húsipar szereplői. Ennek révén tud olyan új termékeket fejleszteni majd ez a vállalkozás is, amely tényleg innovatív és minőség lesz a fogyasztó számára. És mi pedig ezt szeretnénk innen üzenni valamennyi fogyasztónak, hogy bizalommal fogyasszák a magyar vállalkozások által előtött hústermékeket. Nem véletlen, hogy ez volt az a terület, kis zárójelben engedjék meg, hogy megemlítsem, ahol első körben állami úton is egy olyan védjegyrendszert kezdtünk el felállítani, amely a minőséget, kiváló minőségű sertésügy védjegyről beszélek, amely a minőséget próbálja megmutatni, igazolni a fogyasztók számára, mert ez is egy olyan útja a dolognak, amely adott esetben egy vállalkozás neve lehet, hogy a garanciát jelent a kereskedelmi partnereinek, garanciát jelent a vevőinek arra, hogy valóban minőséget kap, valóban azt az egészséges terméket kapja, amelyre méltán számíthat. Úgyhogy én egyrészt gratulálok ennek az együttműködésnek, gratulálok ennek a vállalkozásnak, amely itt így kinőtte magát, és hát mi másra van predesztinálva ez a térség. Bízom benne, hogy ez a termékpálya itt Kunhegyesen, vagy itt a nagyobb régióban egyaránt képes lesz egyik oldalon a gazdasághoz, a foglalkoztatáshoz érdemben hozzájárulni, másik oldalon pedig viszi a régió hírnevét szerte az országban, vagy országhatáron túl ezekkel a nagyon finom termékekkel. Úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmet, köszönöm, hogy itt lehetek, és csak hogy az alapkérdésedre még válaszoljak, azt gondolom, hogy a Kóprali eddigi néhány állomás utáni értékelését, ha meg kellene tennem, egyrészt vidám arcokat láttam, azt láttam, hogy azok az állomások, ahol megfordultunk, nem teherként élték meg, hanem örömmel adtak teret ennek az egész versenyzői közösségnek, amely ténylegesen a magyar kiskereskedelmet, beszállítói kört jelentős részben lefedi. És hát még egyszer arra
abban a reményben vagyunk mindannyian, akik ebben a szektorban dolgozunk, hogy ténylegesen ez a rendezvény is erősíteni fogja az üzenetet magyar fogyasztó számára, fogyasszon minél több minőségi magyar terméket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Köszöntöm nézőnket, Kovács Sándorral beszélgetünk Kunhegyesen, hiszen a Coop Rally ez az egyik állomás ennek a mai versenynek. Láthattunk itt nagyon szép autókat és nagyon felkészült versenyzőket, de miért fontos számunkra, hogy mi is helyszínei lehetünk ennek a neves versenynek? Igazából a Coop Rally csak egy indok. Egy indok azért, hogy a Coop kiskereskedelmi lánc meglátogatja azokat a partnereket, amelyek évek óta beszállító, és hát az egyik és legegyik legfontosabb beszállító a Nagy Kunhús, amit a térségben Kunhegyesen van. 25 éve indult ez a cég, és most már akkora, hogy a térség egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, legnagyobb húscége, 300 dolgozóval, komoly bevétellel, komoly értékekkel, komoly élelmiszerpalettával, és azt gondolom, hogy a Nagy Kunhús mutatja azt, hogy akár kicsiből is lehet nagy céget, ami a nemzetközi piacon is megállja a helyét, olyat építeni. És hát büszkék vagyunk rá, hogy innen a nagykunságból már vannak olyan élelmiszeripari cégek, amely bárhol a világon, Magyarországon, vagy akár külföldön is megállják a helyüket. És hát azt gondolom, hogy ezek a versenyzők, akik ma itt megállnak, viszik tovább a hírét, és esetleg megrendelő is lehetnek ennek a cégnek. Így van, hiszen talán 100 autóval közlekedik a Coop Rally-nak a csapata, és lehet, hogy nagyon sok olyan ember van, aki még nem járt a nagykunságban, nem járt ebbe a térségben, legalább ellátogat, viszi a hírünket, és viszi azt a hírt, hogy igen, itt a nagykunságban nagyon sok finomság van, feltörekvő élelmiszeripari cégek vannak, és ennek az egyik zászlóshajója a Nagykunhús. Reméljük, hogy tényleg így lesz, hogy új partnerek is jönnek a verseny révén. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és én bízom benne, hogy több nagykunsági cég fel fog nőni ebben a versenyben, és akár a következő Coop Rallyn vagy ilyen rendezvényeken több céget is meg tudnak látogatni. Köszönöm szépen! Dr. Éde István, a Coop Star ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgettek, és először erről a kettes sorszámról szeretném kérdezni, hiszen számomra ez azt jelenti, hogy ön is versenyez. Hát bízom benne, ez a helyezésünk. De valójában, ha elárulhatom a titkot, a Coop Rally menetében azok a helyszínek, ahova ellátogat a rally és ahol megáll a termelők, illetve kereskedelmi egységek, az első 10 rajtszámot mindig ők kapják abban a sorrendben, a hanyadik helyszínként szerepelnek. Úgyhogy most az idei esztendőben a Coop Star ZRT egyik üzletét is meglátogattuk, és az volt a második állomás, hát ezért van a kettes rajtszám. De valóban, tehát mi is ugyanúgy teljesítjük a feladatokat, végigmegyünk. Hát ez egy élvezetes játék, kicsit üzleti találkozó, hiszen a szünetekben, mikor megállunk, akkor természetesen beszélgetünk egymással, és ennek úgy vélem, hogy nagyon nagy értéke van a rally üzenetén túl is, hiszen a hétköznapok sokkal gördülékenyebbek tudnak lenni, hogyha kötetlen formában is viszonylag sokat tudunk egymással beszélgetni. Az esték azok még inkább hozzájárulnak talán majd ehhez, amikor hosszabb ideig is megtehetjük majd ezt. Most mondhatjuk, hogy a Jászságból érkeztek a Kunhegyesre, hiszen a Jászságból érkezett a csapat ide Kunhegyesre, de egyébként mi alapján döntik el, hogy megyénk mely településeire megy a rally? Az áramlás az kölcsönös, ezt most csak azért jegyzem meg, mert jó néhány kunsági termék van a jászsági boltokban, és fordítva is igaz, tehát az együttműködés az szinte azt lehet mondani, hogy töretlen és hosszú évtizedek óta tart. A helyszínválasztás mögött tipikusan az van, hogy azokat a hazai termelőket igyekszünk fölkeresni, akik partnerei a Coopnak, és ennek a termékeiben vannak az üzletláncban, és szeretnénk megmutatni ezeket a terméket, vagy még nagyobb, ha lehet úgy mondani, presztist adni azoknak a termékeknek, amelyek kiváló minőségben készülnek, és a fogyasztók is nagyon nagy érdeklődéssel vannak irántuk, tehát nagyon sokan keresik a terméket. Így vagyunk most itt a Nagykunhúsnál is, hiszen olyan kiváló termékeket gyártanak, amelyek az ország bármely pontján nagy népszerűségnek örvendenek, és nagyon szeretik a méteres kolbászt, a sonka terméket, és sorolhatnám a termékeiket. És amikor más, akár ez, akár más helyszínt is választ a rally helyszínül, akkor megkeressük azokat a partnereinket, akikről tudjuk, hogy ilyen vagy hasonlóan kiváló minőségű termékkel rendelkeznek, és szeretnénk fölhívni erre a fogyasztók figyelmét.
Hát akkor reméljük, hogy itt ma sok új partnert is kaphat a nagy kunhús. Önöknek akkor azt kívánom, hogy akkor a sorszám alapján a helyezés is ez legyen. További jó utat! Köszönöm szépen, én pedig egy gondolatra szeretném zárni, hogy mindig a magyar termék, magyar üzletlánc együtteséről beszélünk, hogy a kettő együtt hogy tud segíteni annak érdekében, hogy a boltjainkban még inkább tudjanak a fogyasztók találkozni azokkal a termékekkel, amit tényleg összetételükben minőségben olyanok. Óriási szerepe van a médiának, a sajtónak, és abban is szeretném megköszönni ezt a munkájukat, mert közvetítik ezeket az értékeket. Itt nem csak a kereskedelem, hanem a termelők értékeiről is van szó, és én azt hiszem, hogy az emberek legalább annyira figyelnek a híradásokra, mint ahogy a boltban figyelnek ma már a csomagolásra, hogy mit tartalmaz egy termék. Köszönöm szépen én is. Dr. Felman Zsolt helyettes államtitkár urat először arról kérdezem, amit ön is elmondott a köszöntőjében, hogy egy olyan üzemben vagyunk, amely elsősorban sertéshússal foglalkozik. Beszélt egy picit a sertés ágazat hullámvölgyéről. Most hogyan látja a helyzetet? Hát ha ma egy sertéstartót megkérdezünk, akkor egyrészt örvendeni fog, hiszen ma a hízóárak magasabban vannak jóval, mint korábban. Ha megkérdezünk egy feldolgozót, akkor viszont lehet, hogy panaszkodik arra, hogy bizony az alapanyag rendkívüli módon megdrágult. Viszont mi azzal tudtuk segíteni az ágazatot, ettől az ár hullámzástól függetlenül, hogy a fogyasztók felé is egy olyan áfacsökkentéssel tudtunk élni, amely általában a sertéshús tekintetében 17% pontos áfacsökkentést tett lehetővé, és ezáltal tudtuk olcsóbbá tenni a fogyasztó számára a terméket, és versenyképesebbé a húsipar és a sertéstartók számára. Igen, és azért azt gondolom, hogy annak a hírnek, ami itt is elhangzott, és már lehet hallani, hogy nem csak a tőkehúsra fog vonatkozni ez az áfacsökkentés, hanem abból készült különböző töltelékárúra is, azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan várják. Úgy néz ki a mostani áfacsökkentés, hogy 2018. január 1-től egyik oldalon a halnak sikerült most az áfáját csökkenteni, másik oldalon pedig azokra a nem feldolgozott sertés belsőségekre, legyen az máj, szív, nyelv, bármi, tehát mindez, ami nem tőkehúsként szerepel a pultokon, és így lényegében ma már minden nem feldolgozott sertéshús 2018. január 1-től a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá fog tartozni, és ez még egyszer jó az iparnak, és jó a fogyasztónak egyaránt. És akkor beszéljünk a mai napról, hiszen azért mégiscsak a Coop Rallyról szól ez a mai nap. Ön egyébként mennyire követi az eseményeket, tehát csak úgy a mögöttük megy, vagy esetleg már versenyzett korábban? Én a 12. Coop Rallyról beszélünk. Én megmondom őszintén, eddig nyitottam meg az esemény, de magáról, a versenyzés részéről, a rally részéről eddig én elmaradtam, vagy kimaradtam. Most idén van módom végig vezetni a versenyt. Kevésbé tudok részt venni magukon a vetélkedőkön, de lényegében a mezőnyen együtt, a több száz versenyző kollégával együtt tudok végigmenni az összes állomáson, az összes üzemet végig tudom látogatni, tudunk beszélni az összes szakemberrel, aki ezekben az üzemekben van. Tehát a lényeg az, hogy a versenyzésben benne vagyunk, mint minisztérium is, és egyelőre azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó hangulatú, alapvetően eredményes és szakmailag is tartalmas programot tudhatunk magunk mögött. Azt gondolom, hogy majd a dobogó az eldől a verseny végén, de ennek azért későbbi hozadéka is van ennek a párnapnak, hiszen azért esetlegesen sok új kapcsolat alakulhat, megismerhetik egymás termékeit a versenyzők is, és azok a cégek, akik beszálltak a versenybe. Fontos, hogy itt ugye 100-nál több cég van jelen, amely vagy termel, vagy elad élelmiszert, és bizony ezeknek a szakmai kapcsolatoknak az erősödése alapvető érdekünk, és hát fontos, hogy lényegében egy közös platformra tudunk helyezkedni, hiszen azt tudjuk üzenni a magyar fogyasztónak, hogy a magyar élelmiszer biztonságos, jó minőségű, érdemes vásárolni, keresd az áruházak és a boltok polcain, és ebben van talán a legfontosabb közös összefogás és eredmény itt a Coop Rallyn keretében. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Szegedi Sándorral beszélgetek, hiszen ő a házigazdája ennek a mai versenynek. Örült annak, hogy a nagy kunhust választották megállóhelynek? Örültünk neki, és szívesen vállaltuk, hiszen ez tényleg nagyon kedves rendezvény, és rólunk szól. Magyar termelők, magyar feldolgozók, magyar termék, magyar polcokon. Azért hallottuk, hogy honnan indultak és hova jutottak, azért ebben rengeteg munka van. 25 év, pont 25 év és 300 ember munkája. De itt azért Kunhegyesen is megbecsülik a céget, és nagyon sok kapcsolatuk van, hiszen a Coopon kívül azért sok helyre szállítanak. Igen, igen, hát azért a Coop a legnagyobb vevőnk, de összességében az összárbevételünk 20%-át adja, tehát ezen túl nagyon sok vevőnk van, úgy Magyarországon, úgy határon túl is. De ha valami új fejlesztés van, mindig velük beszéljük meg elsőnek.
Itt az előbb azt mondta, hogy 3 év múlva jöjjünk vissza legközelebb, mert akkora ígér valamit, ez akkor még gondolom, hogy nem publikus. Részben publikus, részben beadtunk egy 1 milliárdos pályázatot a Ginobban, ami újabb üzemrészek megépülésével és a meglévőnek egy picit a modernizációjával szeretnénk folytatni. Természetesen ez új termékeket is jelent, ami nem publikus még, de nincs olyan év, amikor mi ne fejlesztünk ki új terméket. Van, ami megragad és sokáig megy, ilyen, mint a méteres paprikás vastag kolbász, vagy a hegyesi húsvéti sonka, vagy a sajtos páros, füstölt bordaport, ezek továbbra is egy kedvező kis termékek, de szeretnénk olyan terméket továbbra is a piacra hozni, amivel ott van a nevünk, mert ugye az emberek mindig szeretnek újat, valami mást, ami jó, meg ami tényleg tiszta. Akkor jó munkát kívánunk Önöknek, és kívánom azt, hogy azért a mai napon is szerezzenek új partnereket, hiszen hallottuk, hogy közel 100 cég képviselője van jelen. Ebbe bízunk mi is, azért ez is benne volt. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Pánti Ildikó képviselőasszonnyal beszélgetünk, kint vagyunk az északi temetőben, hiszen a város ismereti sétának ez volt a következő állomása. Mit is néztek itt meg ma az érdeklődők? Igen, köszöntöm én is a televízió nézőit, és egy újabb állomáshelyen vagyunk a város ismereti séta keretében. Szerencsésen nagyon jó idő van, tehát alkalmas egy kirándulásra, egy sétára, és egy olyan városrészt próbálunk a mai délután folyamán megtekinteni, ahova talán a városnak adott térségében lakók ritkábban kerülnek el. Itt vagyunk tehát az északi temetőbe, és itt vagyunk a földbe vájt csőszháznál, amely nagyon nagy értéke a városnak, és azt hiszem ezáltal valamennyiünknek. A kedves tulajdonos házaspár volt olyan kedves, hogy lehetőséget adott, hogy belülről is megtekinthettük, hiszen élmény a ma emberének, talán még az én korosztályomnak is, és ahogy hallhattuk a tájékoztatójukba, mintegy 100 éve van a családnak a tulajdonában, tehát a család elődei, a temető gondnokok, a temető csőszök voltak valamikor, és ugye ezt felépítve itt laktak, itt élték az életüket. Élmény volt valamennyünknek, és továbbiakban megtekintjük a temetőnek további részét, és olyan emlékhelyeket, ahol, amely azt hiszem valamennyünk számára élmény lehet, és ezt követően a nagyon szép Damjanics utcán át haladunk a Szélmalom, illetve a fogadóház felé. Tehát ez a ma délutánnak a programja, és örülök neki annak, hogy ilyen sokan itt vannak, és ilyen sok gyerek, mert hiszen a gyereknek mindig élmény, akár csak nekünk is, de nekik pedig még inkább, mert hiszen a múltat ezáltal talán egy kicsit megismerik, a múlt, a város múltja, a terület múltja, és ez nagyon fontos. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Lovas Erzsébettel és Ács Lajossal beszélgetünk itt, hiszen megengedték, hogy a csoport megnézze ezt a csőszházat, amelyről elhangzott, hogy az országban is ritkaság. De az önök számára ennek még egy plusz értéke is van, hiszen jól tudom, 100 éve a család lakik ebben. Igen, igen. Én örököltem meg az édesanyámtól, ő az apukájától, és igazság szerint a házat a dédnagymamám vette a nagyapámiknak, mikor felnőtt, és legyen neki hivatala is majd, a gyereknek régen is úgy volt, hogy támogassuk az ifjúságot, meg aztán meg megnősült papa, és hát... Itt éltünk, ez a családunké. Gondolom azért gyerekként még nem tudta, hogy milyen érték ez a ház, hiszen itt nőttek föl, ez természetes dolog volt, hogy itt voltak temetőcsőszök az ön szülei, nagyszülei, tehát gondolom már felnőttként kezdte ezt értékelni, hogy ez egy olyan ritkaság, amire büszkének kell lenni. Hát úgy különösebben nem is igazán vagyok rá büszke, nekem jó, hogy van. Örülök neki, és örülök, hogy másnak is megmutathatom, ha erre vetődik. Nagyon szívesen. Egyébként a nagyapám úgy volt, hogy ő nagyon büszke volt. Nagyon. Tudom, hogy Sánta doktor úr többször hozott ide vendégeket, meg úgy barátságban volt már, ahogy lehetett a papával.
Úgyhogy igen, lehet, hogy már én is kezdtem büszke lenni. De azt gondolom, hogy legyen is, hiszen azért nagyon sok mindent megtesznek. Itt hallottuk, hogy aszály van, és mégis vizesedik, tehát azért a talajvíz itt azért csak feljön. Hogyan próbálják megóvni ezt az épületet? Hát azon a tatarozási dolgokon kívül talajvíz szintsüllyesztést csinálunk folyamatosan. Tehát a régi ásott kútból mindig szivatjuk a vizet, tehát lent van tartva a vízszint, így viszonylag szárazabb az épület. Itt az előbb elmondta a látogatóknak is, hogy ha hazajönnek az unokák, akkor ők azért ezt birtokba veszik, és azért ezt éppen ezért minden nap úgy kell rendbe tenni, mintha bármikor jönnének. Igen, és mintha laknánk pont benne, pontosan ugyanúgy kell karbantartani, ugyanúgy kell gondozni, mert különben nem romlik, pusztul, és nem marad meg. Itt a csoporttal voltak gyerekek, akik rácsodálkoztak, hogy jé, itt villany sincs, jé, itt tévé sincs. De azt gondolom, hogy ez önöknek azért természetes, hogy ebben a régi épületben ez nem lehet, de más csoportok is rácsodálkoznak erre? Hát rácsodálkoznak, főleg a mieink, hogy hát akkor kénytelenek elővenni a telefont és azon nézni a mesét, de semmiféle ilyen technikát nem engedünk be. Egyébként a műemlék védelem annak idején leszögezte, azt hiszem 74-ben kötötték meg a megállapodást papával, akkor került ki a tábla, hogy semmit nem szabad változtatni, nem lehet a villanyt lehozni, úgyhogy papa még petróleum lámpával volt a kis házba. Igen. Én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig őrizzék meg ezt a családi örökséget, és sok mindenkinek mutassák meg. Hát nagyon szívesen megmutassuk, majd megmutatjuk, aki erre jár, meg szerintem a környezetünk is szép, meg jó itt lakni. Jó. Az emlékekkel együtt. És hogyan lehet látogatni? Hát valamikor azt kértük a Turinfontól, hogy előzetes bejelentkezés alapján, hogy itthon legyünk, mert csak van nekünk is dolgunk azért, hogy nincs munkahelyünk már, és akár meg is mondom most a telefonszámot, 06 30 479 42 42, mert valamikor vezetékes telefonunk van, de az már megszűnt, és ez a mobil számér. Jó erőt, egészséget kívánunk önöknek! Köszönöm, viszont kívánjuk! Jó egészséget mindenkinek! Köszöntöm nézőinket! Hamarosan kezdődik a Kutatóintézet 70 éves jubileumát ünneplő konferencia. Itt beszélgetünk Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal előtte. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Kutatóintézet Karcagon van, és 70 éves, nagyon sok eredményt hozott már a városnak. Így van, egy nagyon szép múltó intézetről van szó, ahol nagyon komoly és jelentőségteljes tudományos munka folyik, és szép szakmai sikereket értek el. De én úgy gondolom, hogy Karcagnak nem csak ezt jelenti a Kutatóintézet, hanem egy nyitott területet jelent, ahová ki lehet menni hétvégenként szalonnát sütni, az arborétumban jót lehet sétálni, és nagy Isten, még a jegyes pár oda is mehet fényképezkedni. Az óvodások meglátogathatják az arborétumot, megismerkedhetnek a fákkal, a madarakkal. Én úgy gondolom, hogy egy olyan szintér és olyan szinter a városnak, ahová mindenki szívesen megy, és akiknek nagyon sok éven keresztül munkahelyet biztosított ez a Kutatóintézet. Sok konferencián voltunk már együtt a polgármester asszony, amikor hallottuk, hogy milyen fajta nemesítés eredményeik vannak. Tehát bárki jön az ország más szegletéből ide, mindenki elismeréssel beszél a Karcagi Kutatóintézetről. Igen, én ennek nagyon örülök, és ez azt is példázza, hogy amikor egy-egy gabona bemutató van, akkor milyen sokan érdeklődnek, és ezt követően milyen sokan vásárolnak innen vetőmagot. Én úgy gondolom, hogy ez mind-mind a Kutatóintézetnek az érdeme, és hát ilyenkor aratják le a munkájuk gyümölcsét, és ez így van rendjén, és én bízom abban, hogy még sok 70 évig ilyen sikeresen tud működni, és gazdagítja mind a tudományos életet, mind pedig Karcagváros kulturális, tudományos és közösségi életét is. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Szépe Ferenccel, a Földművelési Minisztérium mezőgazdasági főosztálynak osztályvezetőjével beszélgetünk arról, hogy hogyan is látja a 70 éves kutatóintézet történetét. Sok ilyen neves kutatóintézet van hazánkban.
Hát sajnos nem ilyen sok intézet van, aki ilyen nagy múltra tekinthet vissza. Valójában ez a 70 év az embernél is sok, hát még intézménynél. A változó világunkban az elmúlt 70 év nagyon sok kanyart és fordulatot vett, és az intézet képes volt talpon maradni. Ez jelzi, hogy mennyire fontos a tevékenysége. Nem csak a létrehozók álmodtak jót, hanem a felhasználás igénye is megmaradt a mai napig. És hát azért már hallottuk a történetét, hogy honnan indult és hova jutott, és mennyit változott, tehát milyen plusz feladatot kaptak, milyen feladatokat vállaltak fel saját maguk, és hogyan bővült a tevékenységük. Van-e olyan dolog, amiben ők az elsők ön megítélése szerint? Mindenképpen a növénytermesztési, nemesítési vonalon kiemelkedőt alkottak és alkotnak mai napig. A gazdatársadalom igényt tart a munkájukra és a tevékenységükre, a fajtákban és a technológiában egyaránt. Igen, ezt láttuk mi is, hogy nagyon sok saját fajtájuk van, hiszen a bemutatókon ott vagyunk. Ön viszont az előadásában beszélni fog aktuális kérdésekről is. Hogy állunk betakarítás szintjén, mit tudunk elmondani? Egy szerencsés éven vagyunk túl, a tavalyi év egy rekord év volt, az ideit nyilván nem tudtuk túlszárnyalni, az elmúlt év egy nagyon rosszul indult ősszel, a szájos idővel indult, aztán a tél egy nagyon komoly tél volt, és hát a tavasz-nyári időszakról ezen is már mindenki túl van, egy nagyon komoly haszályos és hullámokkal terhet időszakon vagyunk túl. Ennek ellenére minimális terület, illetve termésátlag csökkenést hozott ez az év. Tehát a tavaszi és a nyári betakat és a növényeknél mintegy 7,5 millió tonna került a magtárakba, őszi árpa, őszi buzatitikál, és a repcét is most már beleszámítom. Gyakorlatilag a mennyiségben mondom minimális csökkenés történt, ennek ellenére, amit felsoroltam, gátló tényezőket. Ami segítette ezt az egészet, hogy ilyennél alakuljon, az valóban az a fajta sor, amit többek között a Karcagi Kutatóintézet is biztosít a gazdák számára, és a megfelelő technológia alkalmazása, ami segítette, hogy ezt az eredményt el tudtuk érni. Mit tudunk a gyümölcsösökről elmondani, hiszen azért az alma, szilva, szőlő az mostanában napirenden van? Itt is Európa szerte komoly természeti károk érték a gyümölcs zöldségtermesztési ágazatokat. Magyarország ebből hál' Istennek kisebb mértékben részesült már a károkozásokból, és így komoly mennyiség, illetve Európához képest komoly mennyiség, és mint szoktuk a Kárpát-medencében nagyon jó minőséggel várhatjuk a betakarítási szezont, illetve azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a gyümölcs és kerti ágazata kiemelten fordított figyelmet a Földművelési Minisztérium és az állam, komoly támogatási pénzek jutottak ezekre az ágazatokra. És akkor még a végén az ágazathoz tartozik az állatállomány, arról is, ha tudunk néhány adatot. Igen. Az állatállományból a legkiugróbb teljesítményt a baromfi ágazat nyújtotta. Itt egy minimális csökkenés van, főleg a vállalati szektorban. A sertés a következő, a kettő együtt tulajdonképpen mint egy 30%-át adja a teljes állatenyésztési ágazat kibocsátásának. Valójában ugyan volumenben mind a kettőnél bizonyos csökkenés történt, de azt el lehet mondani, hogy a hazai ellátást és a hazai fogyasztás növekedett, tehát megszíroztuk a legalább 80%-os hazai ellátást állatenyésztési, illetve növénytermesztési termékekben. Úgy néz ki, hogy ezt én bízom benne, hogy rövidesen a következő szezonokban el tudjuk érni. Reméljük, hogy így lesz. Visszatérve az első gondolatára, amikor itt a kutatóintézetről beszéltünk, az elmondottakból is az következik, hogy fontos a munkájuk, és a jövőben is számítanak rájuk. Természetesen azt bizonyára tudják, hanem akkor mindenképpen mondom, hogy 13 óta a Földművelési Minisztérium újra szervezte a mezőgazdasági kutatást. Ugye ennek nem szerves része, de állami szinten csak része, mint egyetemi kutatóintézmény, a Karcagi Kutatóhálózat is. És egy teljesen új, és itt Karcagon is úgy látom, hogy a feladat alapú finanszírozás, illetve a kutatásnál a mostani kihívásokra próbálnak választ adni, tehát a klímaváltozás, a minőség és fenntartható termésnek a feltételeit próbálják a fajtákon keresztül biztosítani a gazdák számára. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a figyelmüket és a lehetőséget. Dr. Gyulica Csabával beszélgettünk, aki mióta legutóbb találkoztunk, átnevezték a hivatalát, most NAIC-nak hívják, és annak a főigazgatója. A Kutatóintézet évfordulóján találkozunk most. Hogyan látja a Karcagi Intézetet, mennyire segíti a gazdákat és a termelőket?
Tegnap is volt egy rendezvény, alkalmam volt ott is elmondani, hogy egyre inkább fölértékelődnek az olyan intézmények, amelyek tájkutatással foglalkoznak, és egy adott térségnek, régiónak a problémájára próbálnak válaszokat, megoldásokat találni. Ez egyszerűen azért van, mert a világ is megváltozott abban az értelemben, hogy a mezőgazdaság egy csúcstechnológiai ágazattá vált. Vannak olyan területek, amelyek nem kis országok feladata, nem kis költségvetésű intézmények feladata, a legfontosabb területekhez kapcsolódó általános kutatásfejlesztések, viszont azok az innovációs munkák, amelyek egy-egy adott térségre vonatkozóan végzendők el, kutatások, azokat senki más nem fogja elvégezni. Ezekre az intézményekre hárul a feladat. Nagyon nagy erőt fejtettek ezek az intézetek, így a karcagi is az elmúlt évtizedekben, hogy megőrizze önállóságát, talpon tudjon maradni, de pontosan az a kitartás és az a Kunemberre jellemző konokság, szívósság az mindvégig megtartotta, éltette az intézetet, és egy ismert és elismert intézménnyé vált, és a 70 év az bizonyítja, hogy van létjogosultság ennek az intézménynek is, és azt gondolom, hogy nincs semmi ok arra, hogy a nyugdíjas korát kezdje meg, hanem épp ellenkezőleg az elkövetkezendő időszakot újult erővel tudja folytatni és végezni a munkát, mert feladat rengeteg van, hiszen a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívásokra, válaszokat senki más itt a Kárpát-medencében nem fogja megadni, mint mi magunk. Ehhez ilyen intézményekre van szükség. Az öntözéshez, a mezőgazdasági vízgazdálkodás a kapcsolatos feladatokat, szintén rengeteg új kutatási területet ad. A precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó adaptációs alkalmazkodási munkákat szintén nem fogja más elvégezni helyettünk. Ezekre a tájkutató intézetekre hárul a feladat. Tehát olyan sokrétű ez a feladat, ami az elkövetkezendő években a hasonló intézményekre, így a karcagi kutatóra is vár, hogy szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy nem lesz következő 10, 20 vagy akár 70 éve az intézetnek. Önnek országosan is van rálátás ezekre a feladatokra, hiszen az ön hivatalához sok ilyen hasonló feladat tartozik. Hogyan látja országos szinten most, mennyire vagyunk napra készek ezekben a feladatokban, amit elmondott? Nincs más választásunk, tehát a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egy hatalmas intézmény, gyakorlatilag az agrárkutatást és innovációt foglalja magába, összesen 16 intézettel, intézménnyel, 1350 emberrel, tehát lefedjük az agrárium minden területét. Én azt látom és azt mondhatom, hogy nekünk olyan gyakorlati kutatásokra, fejlesztésekre kell fordítanunk az energiánkat és a kevés forrásunkat, amivel valóban gyakorlatorientáltan tudunk eredményeket produkálni, felmutatni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel azt értem, hogy olyan munkát kell végeznünk, ami közvetlenül megjelenik a boltok polcain egy termékformájában, egy technológia formájában, vagy egy vetőmag formájában. Tehát nekünk ebben kell újat felmutatni, és olyan eredményeket produkálni, amiket itt mi magunk tudunk hasznosítani, annak érdekében, hogy a mezőgazdaságunk versenyképesebb és fenntarthatóbb legyen, meg globálisan óriási a verseny, és aki nem próbálja a lépést tartani, az végérvényesen lemarad. Akkor a feladat adott, ahogy ön fogalmazott. Jó munkát kívánunk önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Huba Imrivel beszélgetek, a NAK országos alelnökével arról, hogy hogyan is kapcsolódik a NAK az öntözés fejlesztés és a karcagi kutató intézet össze, hiszen így elsőre úgy tűnik, hogy nem sok köze van egymásnak a három dologhoz, de mégis. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának elsődleges célkitűzése, hogy mindazokat a gazdálkodókat, akik öntözni szeretnének, olyan módon segítse az öntözés lehetőségéhez, amely a talajtani adottságok, a környezeti értékek és a legkülönbözőbb rendelkezés álló vízkészletek egybevetésével számol. A kamara felmérte, hogy milyen közvetlenül az Agrárgazdasági Kutatóintézettel és a belügyminisztériummal közösen felmértük, hogy milyen lehetőségek adottak az országban, és mindegy 700 000 hektár lenne alkalmas, és ebben az alföldi területek és kifejezetten a karca környéki területek vezetnek, és véleményem szerint a kutatóintézetnek, aki nagyon fontos, nagyon komoly munkát végez mind a nemesítésben, mind a korszerű technológiák, művelés technológiák és betakarítás előtti művelés módoknak a összevetésében, kikísérletezésében. Egy nagyon fontos szerepe van a kutatóintézetnek, hogy például az öntözés és az öntözés adta lehetőségeket is becsempészze, mint egy szükséges agrotechnikai elemet a gazdálkodás gyakorlatába.
Mikor lesz ebből megvalósítás, hiszen mondta, hogy ez még most készül. Idén őszre várjuk a kormányhatározatot, amely rögzíti, hogy mely minisztériumok és mely szervek vesznek részt a stratégia végrehajtásában. Azt is várjuk, hogy a kamarának ebben milyen szerepe lehet, és a forrásokat, a mellé rendelt forrásokat. És ha azt nézzük, hogy közel 700 000 hektár lenne a szabad vízkészletek alapján felszíni vízből öntözhető, minimális vagy akár nagyon csekély összegű beruházás kapcsán öntözhető vétére, akkor ez a 700 000 hektár egy nagyon komoly felelősséget ró ránk. Nekünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalára is felelősségünk, hogy mind a jelen generáció, mind pedig a jövő generáció számára lehetővé tegyük az öntözést, és ezt a nagyon fontos védekezési módot a klímaváltozás egyes káros hatásai ellen becsempészük a gyakorlatba. Ez a mi felelősségünk is, és a jövő nemzetékének építjük azt az infrastruktúrát, amin keresztül ők is elérhető közelségbe kaphatják az öntözővizet. Azt gondolom, hogy fogunk még erről a programról akkor beszélni. Addig is jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Köszöntöm nézőnket, Gál Jánossal beszélgetünk itt, hiszen azért jöttünk, hogy lehetek kapni tűzifát, és látjuk, hogy éppen nincs. Mi ez a helyzet? Mióta nincs, és egyáltalán mi várható? Tehát nagyon nehéz most a tűzifához hozzájutni. Emelkedett az ára ebbe az évben már különböző 600 forintot, de beszerezni nagyon nehéz. Tehát fele annyit sem kapunk, mint kellene. Az emberek már nagyon érdeklődnek, kellene nekik a tűzipa. Ilyen 2-3 hetes várakozás van. Van rá eset olyanra is, hogy inkább visszahívjuk az embereket, mert fel sem tudjuk venni a megrendelést. És mi a jellemző, hogy néhány mázsát kérnének, vagy 10-20 mázsákban, tehát mennyit szeretnének venni, hogy inkább egyszerre visz többet, hogy biztos legyen, vagy apránként? Tehát ugye mindenki pénzéhez mérten vásárol, de a 10-20-30-50-70 mázsák lennének azok, amik inkább, ilyenkor még inkább ezek a vásárlók jönnének, de van olyan ember, aki már két hónap is várakozik a tűzifájára. Ez tavasszal is ugyanígy volt, vagy ez most inkább csak az őszi kezdetkor? Ez így indul tavasz óta, ez így megyen sajnos. És ennek mi lehet az oka? Miért ilyen nehéz tűzifához jutni önöknek, mint kereskedőknek? Azt mondják, hogy nincsen tűzifa. Hát ugye szeptembertől nyitnak az erdészetek, onnantól kezdve bíztunk benne, hogy folyamatos lesz az ellátás, tehát egyelőre még nem bízunk benne, hogy majd szeptember második felétől már több anyagot fogunk kapni. És akkor gondolom, hogy a bejáratott kereskedői önöknek is megvannak, tehát tudják, hogy hova kell menni, nem ezen múlik, de önöknek mit ígérnek? Hogy fog emelkedni az ára, tehát lesz tűzifa, vagy kevesebb, és még erre a 3600 forintra is fog menni néhány száz forint? Tehát bízunk benne, hogy már nem emelkedik, ugye most emelkedett nem régen még 200 forintot. Most jelenleg ott tartunk, hogy nyilván mi erdészetektől vásárolunk, több erdészettől is. Mindenki ígéri azt, hogy most már fogjuk kapni, de azért mi is megtesszük a lépéseket, különböző szénbányákkal felvettük a kapcsolatot, tehát szeneink már vannak, több bajták, briketteket árusítunk mellette, hát amit lehet, de a tűzifa az nagyon hiányzik így is. Tehát akkor tulajdonképpen akinek megoldható otthon, hogy tudjon brikettet, vagy szenet, olyan kazánya van esetleg, vagy cserépkányhelye, akkor legalább valamilyen tűzifát helyett tud valamit venni. Igen, akinek megoldható, hogy szénnel vagy brikettel műtsön, azt ki tudjuk szolgálni azonnal, az van nekünk, tehát azzal nincsen gondunk, ahhoz hozzá is lehet jutni. Inkább mondom, a tűzifa az, ami ennyire nehéz, talán még nem is volt soha. És egyébként a szénárak azok hogyan alakulnak? Az úgy gondolom most elég kedvező, tehát van nekünk például borsószenünk, kockaszenünk, amik kalóriában magasabbak mondjuk, mint az akácfánál is, és ilyen 2800-tól 3400 forintig kaphatók. Jó minőségűek, osztályozottak, tehát szerintem ez aránylag elég jó. Az a gond inkább, hogy vannak olyan kályhák vagy kazánok, amiben nem lehet szénnel fűteni, és ők vannak inkább gondban. Igen, mert ennek azért nagyobb a hőértéke, tehát hogy tönkre ne menjen a kazán. Igen. Tehát ez a fő probléma. Én nagyon bízok benne, hogy szeptember második végén már fából is ki tudunk szolgálni mindenkit. Tehát akkor most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ne jöjjenek feleslegesen ide önhöz, hiszen nem is vesz föl előjegyzés. Veszünk föl, de csak mindig amennyit kapunk. Tehát azért azt merem mondani, hogy az az egy-két kamionfát azért hetente megkapjuk, de többre lenne szükség. Ugye nyáron se tudtuk azt a mennyiséget kivinni, amit igényeltek volna az emberek, emiatt még több a vásárló, a tűzifa meg sajnos ugye nem elég. Mindig kapunk valamennyit, tehát azért azt tudom mondani, hogy ha valaki eljön, feliratkozik, 2-3 héten belül azért megkapja a tűzifáját. Hát akkor reméljük, hogy visszajövünk majd esetleg 2-3 hét múlva, megnézzük, hogy tudunk-e egy picit pozitívabb dolgokról beszámolni. Köszönjük szépen!
Nincs mit, tessék jönni 2-3 hét múlva, jó? Nagyon sokan utaznak át, és arra is sokan emlékszünk, hogy a Karcag-Tiszafüred tervezetbe zárása ellen is sokszor voltunk itt. Szerencsére az a vonal is megmaradt, és bekapcsolódik ebbe továbbra is ebbe a vasútállomásba. Hát igen, voltak olyan időszakok, amikor nem ilyen örömteli volt a pillanat, hanem bizony küzdeni kellett azért a bizonyos Karcag-Tiszafüredi szárnyvonalért, de most egészen másokból jöttünk itt össze. Szerencsére egy pozitív oka volt a itt tartózkodásunknak, hiszen most adhattuk át a MÁV állomás felújított épületét. Itt vagyunk az utasváróban, aki bejön rá se ismer, hiszen annyira korszerű lett és annyira modern, hogy nem is emlékszünk azokra a régi padokra, amin alig lehetett ülni. Igen, egy kettősség jellemzi ezt az épületet, mert hogyha kívülről körbejárjuk, akkor egy a régi épület, egy nagyon szép régi épületnek a felújított látványa tárul elénk, ide bent pedig valóban egy modern változat készült. Azért én még emlékszem azokra az időkre, amikor egészen másképpen nézett ki, hát ég és föld. Reméljük, hogy lesz még folytatás, hiszen itt láttuk, hogy a kerékpártáról is sokkal több lett, hiszen sokan jönnek kerékpárral, itt hagyják, úgy utaznak tovább. Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb technikai feltételek most már adottak, és ez nem csak magára az állomás épületére vonatkoztatom, hanem a berendezésekre is. Valóban volt szerencsém bent járni a forgalmi irodában, elképesztő modern berendezések találhatók, de természetesen, mint minden objektumot, ezt is lehet tovább fejleszteni, szépíteni és korszerűsíteni. Én nagyon örülnék, hogyha az utazó közönség, az ide látogatók a MÁV-val és a városvezetésével karöltve őriznék és vigyáznának erre az épületre, hogy hosszú évtizedeken keresztül tudja szolgálni az ide látogatókat, az ide utazókat, vagy az innen utazókat. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget. Miért fontos Karcag szempontjából ez a mai átadás? Megújult a karcagi vasútállomás, 21. századi szolgáltatások, magas színvonalú szolgáltatások várják az ide érkezőket, 310 millió forintos ez a fejlesztés, és lehetővé teszi azt, hogy az állomás naponta használva mintegy 10 000 utas kényelmesen érezze magát, komfortosan érezze magát, és a kellő tájékoztatórendszer, a megfelelő pihenő, illetve egy árusító kapacitások is rendelkezésre állnak. Sokan fordulnak meg itt csak átutazóként, és most ezt a legszépebb épületet látják. A vasútállomás Karcag egyik legrégebb és legszebb épülete, műemléképület, és ennek megfelelően stílusában lett helyreállítva. 310 millió forintos jelentős a város életében, de mit jelent ez a MÁV részéről? MÁV részéről azt jelenti, hogy amikor Európai Uniós forrásból megújult a teljes vasútvonal, akkor az állomásépület kimaradt ebből a lehetőségből, és mi azt gondoltuk, hogy ne csak vasútvonal újuljon meg, hanem a környezete is. Ehhez viszont a MÁV-nak saját forrást kellett megtalálni, és meg is találtuk, hiszen megígértük miniszter úrnak és a karcagiaknak is, mikor itt voltunk a vasútvonal átadáson, hogy nem hagyjuk cserben őket, és nem hagyjuk ezt az épületet tovább avulni és tovább romlani, úgyhogy 310 millió forintra volt szükségünk ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjuk újítani ezt az állomás épületet, kiemelt műemléknek minősül, úgyhogy nem volt azért annyira egyszerű, de saját tervezésben és kivitelezésben hajtottuk végre, épületgépészet szempontjából is megújult vezetékeket is cseréltünk, tetőszerkezetet cseréltünk, a várótermeket, utaskiszolgáló helyiségeket megújítottuk, vizes blokk, bármi meglepő nem ebben az épületben volt, most már teljesen komfortos az épület, és az utasainkat is a mellékhelyiségek itt várják, valamint nagyon fontos az, hogy munkatársainknak is a munkakörülményeit javítottuk, hiszen azok a helyiségek is megújultak, ahol ők dolgoznak, úgyhogy teljesen korszerű épületet kaptunk, régi pompájában fénylik újra. A következő feladat az a többi állomásnak is a megújítása, készülünk kis újszállásnak is a megújítására, most annak az előkészítő munkálatai zajlanak. Ide évben már több állomásépületet avattunk, tehát végzünk mi saját beruházásból, saját forrásból is, amit nem az Európai Unió támogat, állomásfejlesztéseket, megállóhelyfejlesztéseket, illetve kisebb vasúti pályarekonstrukciókat is, és mindig a területtel, a régióval egyeztetünk, hogy hol szorít a cipő, hol a legszükségesebb, ezeket priorizáljuk,
tervezzük meg, keresünk meg a forrásokat, és hajtjuk végre közösen. De ez a Hunszolnok megye szempontjából mit jelent ez a felület, az állomás épület? Jászlágy Hunszolnok megye szempontjából a vasút jelent nagyon sokat, hiszen a vasút vonal az, amelyik kinyitja ezt a megyét a nagyvilágnak. Nagyon sok áruforgalom, nagyon sok személyforgalom megy ezen a vonalon, és nagy öröm az, hogy a vasútállomások is megépülnek. Azok a vasútállomások, amely néhány már 100 évnél idősebb, megőrizve azt a formát, a 100 évvel ezelőtti formát, megőrizve azt a szépséget, de a 21. századnak megfelelően kerültek felújításra. Magyarország olyan szerencsés helyzetben van, hogy megmaradtak ezek a régi monarchiában százas fordulós vasútállomások, és mindegyik egy kicsi csoda, egy kicsi ékszerdoboz, egy kicsi kastély. Lehet gyönyörködni a vasútállomásokba, a régi vasútállomásokba, és nagy öröm az, hogy egyre több újul meg, egyre több vasútállomás kerül régi pompájába, régi szépségébe. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel középiskolában, a SZESZ főzdei részen az üzemben beszélgetünk Orvos Nagy Istvánnal, aki ezt az üzemnél vezeti. Ön, mondhatjuk, hiszen régóta ismerik egymást, hogy beleszületett ebbe a világba, hiszen a szülei is ezt csinálták. Természetes volt ez az ön számára, hogy ezt viszi tovább? Hát valamennyire igen, de az élet hozta ezt a döntést, hogy 3 évvel ezelőtt elvállaltam ezt az állást, mert addig külföldön dolgoztam. Gyerekkorában azért ott kellett lenni, akkor inkább szerintem inkább egy ilyen kihívás volt, hogy ott lenni a szülők mellett, nem? Szerettem a szüleimet, és tehát nem volt, ez természetes volt, hogy a gyerekkorom nagy része nekem is és húgomnak is a SZESZ főzdébe zajlott. Iskola után oda mentünk, és sokszor éjszakában is ott íródtak a leckék, így teljesen természetes volt. Tehát azt hiszem, hogy ez abban is segített azért, hogy az idősebb korosztállyal is már azért jobban tud bánni, hiszen valljuk őszintén nagyon sokan inkább idősek, akik még ma is főzetik és összeszedik a szilvát. Ez teljesen így van, a zárt kertek tetemes részének tulajdonosa ma is idős ember. Hát van mit tőlük tanulnunk, munkaszeretetből és a gyümölcs szeretetéből. Igen, ez így van. Óvodáskoromban nekem több barátom volt 80 év felett, mint korombeliek. Érdeklődéssel hallgattam mindig a II. Világháborút övező történeteket, illetve a két világháború közti Magyarország arany időszakaként apostrofált időszakról. Beszéljünk akkor a főzdéről, hiszen azért, ha össze lehet hasonlítani, mondhatom ezt, hogy ég és föld, hiszen azért az még egy múlt századi technológia volt, fatüzeléssel, annak is voltak előnyei, hátrányai, de itt azért már csodagépek között vagyunk, tehát zárt rendszerben megy minden. Mit kell tudni erről a főzdéről? Hát ez egy kettő üsttel rendelkező direkt főző, oszlopos lepárlóval, aromatoronnyal ellátott főző, mellettem egy 150 literes, velünk szemben egy 250 literes főző is található. Ez már nem a Pistorius tányéros rendszer, hanem fúvókával, illetve azt a részt lehet állítani, hogy hanyas fúvókával lehet, hogy mennél jobban a gyümölcsre specifikáljuk a rendszert, illetve ezt a felszálló gőzt, hogy milyen vastag folyadékrétegbe ütköztetjük, így az oszlopon a szinteket lehet külön-külön állítani, 100-150 féle beállítással lehet, attól függően, hogy csonthéjas, almatestű vagy bogyós gyümölcst főzünk. Mi a jellemző egyébként, hiszen látom itt, hogy miket lehet hozni, de ki van írva, de mi a jellemző, hogy kimagolják a gyümölcsöket, vagy ömlesz-e hozzánk? Hát ez ugye a szilva nálunk a zöme, de ugye már főztünk ugye faeper, barackot, korai almát, medgyet, cseresznyét, hát a barackokat csak és kizárólag magozva lehet, már 30 évvel ezelőtt is így volt. A szilvákat nagyon kevés gazda az, aki kimagozza, de nálunk nagyon jó magozógép van, ami ugye díjmentesen igénybe vehető, tehát ezzel ugye felhívom a főzetőink figyelmét, hogy feleslegesen töltik az időt, de aki annyira professzionálisan akarja csinálni ezt a műveletet, az otthon már kimagozza. Egyébként mi a jellemző, hiszen amikor még olcsó volt a cukor, azért lehetett hallani, hogy az megvolt, hogy 100 liter cefréhez mennyit kell tenni.
Ez azért már egy picit a múlt, de mi jellemző, hogy mennyit ad most kb. Egy 100 liter? Hát az idei év egészen biztató, tavaly előtthez képest. A közel a 10 liter per 100 liter cefréz és szilváról beszélünk. Az közel tudja a karcagi szilva. Szenzációs termés volt, ugye alá kellett a fákat támogatni, hogy szét ne szakadjanak. Ritkaság, és ugye a napsütéses órák száma is igen-igen magas volt az idei évben. Ez így egészen biztató eredményekkel kecsegtett bennünket. A többi gyümölcs az úgy hozta az átlagot. Hát akkor ez egy országos átlagnak megfelelő volt a karcagi, és elindult a főzés. Hogyan lehet jelentkezni? Hát ugye a hirdetésbe szereplő telefonszámon, illetve az iskola honlapján is szerepel ez a telefonszám, azon, illetve személyesen a helyszínen nálam lehet jelentkezni. Előjegyzés már október végénél tartunk, az augusztus végig üzemelt a szeszfőzde, majd hogy nem teljes kapacitása, szeptemberben meg már ki se látszok a munkából. Azt gondolom, hogy ez most nem a panasz szava, hanem az öröm szava, hiszen azt jelenti, amit elmondott, hogy van szilva, tehát van miért dolgozni, de én tudom, hogy későbbiekben a felnőtt képzést is szeretnék majd erre az üzemre is elindítani. Igen, ez régi vágya az iskola vezetőségének, hogy a felnőtt képzést is ezzel bővítsék a kínálatot. Gyümölcspálinkat gyártó szakmunkás néven, illetve majd az akkori megfelelő előírásoknak megfelelve. Gyakorlati, illetve elméleti képzés részét képezni, hát igen komoly tanfolyam, 200-210 óra, tehát végül is 210 óra letöltése után kaphatnak bizonyítványt a delikvensek, cefrézési ismeretek, illetve természetesen gyakorlati főzési ismeretek, illetve a laborba eltörtött szintén gyakorlati képzés mellett elméleti képzésbe is részesülnek, azokat iskola tanáraink végzik, míg a gyakorlati oktatást itt az üzemben, illetve a cefrézést azt majd elméletileg én tartanám. És egyébként szakértőként melyik pálinkát szereti, tehát mi a kedvenc? Hát engem szüleim arra tanítottak, hogy a jó főzés nem iszik, mert elfokolja a hasznot, szóval én alkoholt nem nagyon iszok, de az illatáról elég sok mindent meg tudok állapítani, többet, mint más az ízéről. Hát én szerintem ugye nem véletlen volt az, hogy Ferenc József nem olyan túl sokat beszélt magyarul, de azt tudta, hogy finom barackpálinka magyarul. Az mi ránk is nagyon jellemző, illetve a nagykunság eredet védett bírs, illetve szilvapálinkánk is igen előkelő helyen szerepel a vendégasztalokon. Utolsó kérdésként egy kicsit foglalkoztat sok embert, ez az ágyas pálinka. Nekem egyszer egy, nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy ágyas pálinkából a legrosszabb minőségű pálinkát szokták használni, ez valóban így van? Elméletileg igen, tehát azokkal a párlatokkal kísérleteznek a gazdák, amik önállóan a lábán megállni nem képes, tehát valami nem sikerült a cefrézés során, de már most annyira jellemző ez az ágyas pálinka, hogy rendszerint a hölgyeknek szeretnek ezzel kedveskedni a gazdák, hogy már most jó minőségű párlatokat is készítenek, ágyas, mézes feltétel, stb. Itt jegyezném meg félve, hogy a NAV-nál ez nem igazán jó dolog, mert ugye szeszfok megváltoztatással jár, onnastól fogva ugye a származási igazolvány nem használható fel az adott pálinka eredetének igazolására. Szóval csak óvatosan vele, kicsi mennyiségben. Köszönjük szépen a jó tanácsokat is, és hát akkor reméljük, hogy a gazdák, akik ide jelentkeztek önhöz, mindenki elégedetten fog távozni, hiszen mondta, hogy körülbelül mi várható 100 liter cefréből. Hát így van, de ugye vannak negatív és vannak pozitív példák, vannak, akinek ettől is többet ad a gondos kezelésnek köszönhetően, míg ugye a gondatlan, mondjuk úgy, bocsánat, trehány gazdáknak köszönhetően ugye ezt bőven alul tudják múlni. Akkor azt is megtanítottuk itt a gazdáknak, hogy oda kell figyelni, amikor szedik a cefrének valót is. Hajjaj, hát a jó pálinka ott kezdődik, mikor az előző évi hortót tökéletesen elmosva elkezdjük szedni azt a gyümölcsöt, amit mi is megennénk. Nem a rohadtat,
nem a széttaposottat, nem a földel szennyezettet, hanem csak és kizárólag étkezését, és ebből kezdjük el a cefrézést. Itt kezdődik a jó pálinka alapja, illetve megfelelően gondoskodni minden nap róla, ugyanúgy, mint egy jószágról, ami a kezünk alatt nő fel, ugyanúgy kell a cefrézéről is minden nap gondoskodni. Nem a napon tároljuk, ne ecetesedjen, és még sorolhatnám, ez hosszú folyamat, de megéri odafigyelni rá. De hát hallottuk, hogy 220 óra kell ahhoz, hogy csak az alapokat megtanulja valaki. Azt gondolom, hogy biztos lesz jelentkező, hogyha ez be fog indulni. Önnek pedig jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, én is, és önöknek is viszont kívánom. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik vidéki körképünkkel. Üdvözlöm Fótosné Ceglédi Zsuzsát, Tiszaderzs településnek a polgármester asszonyát. Megérkeztünk ide, ebbe a település, erre a településre, és nagyon barátságos hangulat fogadott bennünket. Nyilván nem csak ez a momentum ennek a településnek, hanem sokkal komolyabb feladatokban is részt vesz. Gondolok én itt az elmúlt időszaknak a topos pályázataira is. Mit lehet ezekről tudni? Jó napot kívánok, üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit, és akkor a topos pályázatokra rátérve, a településünk, önkormányzatunk életébe igen meghatározó időszak fog következni, hiszen volt egy 8 év, amiről akik ismernek, vagy ismerik a településünket, tudják, hogy egy negatív időszak volt, és ebből kifolyólag mi az előző topos pályázatokból egyáltalán nem tudtunk részt venni. Tehát elég sok hátránnyal vagyunk a többi településhez képest, és mi nagyon vártuk ezeket a pályázatokat. Elmondhatom, hogy 5-6 topos pályázatunk lett beadva, és ebből már 5 nyertes. Közel 500 millió forint értékben vannak már nyertes pályázataink. Az első és ami legfontosabb, amit már nagyon szerettünk volna, egy saját konyha megépítése, kialakítása, hiszen a településen nincsen, az önkormányzatnak nem volt eddig konyhája, és ugye mindig arra törekedtünk, meg törekszünk, hogy a közfoglalkoztatásban megtermelt javakat, zöldségeket, állatokat tartunk, tehát ezt majd egy saját konyhán fogjuk feldolgozni, elkészíteni, és megfőzni a gyerek iskolásoknak, óvisoknak, időseknek és a település lakosságának. Tehát ez volt a legfontosabb, ez volt az első helyen mindig, hogy a konyhánk meglegyen, és ezt már egy nyertes projektként könyvelhetjük el. Volt még 2 energetikai pályázatunk, amiben 3 intézményt tudunk felújítani. Az önkormányzati hivatalnak az épületének energetikai korszerűsítés, általános iskola és idősek otthonának a felújítása fog, ez majdnem 90 millió forint értékben, a konyha az 80 millió forintot, a konyhára 80 millió forintot kaptunk, egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése, ebből a védőnői szolgálatot, a házi orvosi szolgálatot fogjuk tudni felújítani, és van még egy belvíz elvezetési rendszernek a felújítása. Tehát ezekben a pályázatokban a támogatási szerződést aláírtuk, a pénzek már a számlákon szerepelnek, úgyhogy már folyik a munka, elkezdtük a munkát, tehát szerződések, engedélyeknek a kivitelezése, elkészítése van folyamatban. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy ezek a dolgok itt mind megvalósuljanak, hiszen ez fogja a települést emelni, és ez nagyon ránk fér. Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a megvalósításához. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Szirákiné Dobi Évát, a Direx Dino Parknak a vezetőjét itt Tiszaderzsen. Milyen volt az idei évi szezon?
Hát köszönjük szépen a kérdést, nagyon jó volt, az idei év az igazából sokkal jobban sikerült, mint az első bevezető évünk. Nagyon sok vendégünk volt igazából, napi szinten 100-200 látogatónk volt, és ehhez még igazából hozzáadható a csoportos látogatók száma, ami azért a 30-50-60 főt eléri alkalmanként. Nyilván a gyerekeknek ez egy kuriózum, hiszen egy adott filmből megelevenedtek előttük a dínók, de kik azok, akik még szívesen járnak? Tehát van-e úgymond célkorosztály nyilván a gyerekeken kívül, vagy akik többen érkeztek? Hát igazából főleg a gyerekeket érinti ez, de annyira jó látni, hogy családok, nagyszülők, nyaralók egyébként, tehát diákok is nagyon sokan jönnek, de még igazából nyugdíjas csoportjaink is vannak. Tehát vannak nyitott felnőttek is, akik oda vannak a dínókért, vagy mégis amiatt, hogy egy picit több időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, és vannak társas játékaink, vagy szívesen beülnek a moziba, és akkor a gyerekekkel együtt aktívan eltöltik ezt a pihenőidőt, amit nálunk töltenek. Vannak itt egészen kicsi dínóktól a legnagyobbakig. Mi a különlegességük a dínóknak? Hát igazából ezeknek a dínóknak a érdekesebb tulajdonsága az, hogy gyakorlatilag mozognak, hangot adnak, illetve hát a Hungarosaurus is, amit Magyarországon találtak, az a dínó is megtalálható, és gyakorlatilag ez az egyetlen hely, ahol ez ki van állítva, és múzeum minősítéssel rendelkeznek, tehát a tudomány mai állása alapján valahogyan tényleg így nézhettek ki annak idején az őshüllők. Milyen lehetőségeket biztosít még a park a gyermekek számára? Tehát azon kívül, hogy körbe megnézhetik a dínókat, van egy ásatásunk, ahol gyakorlatilag egy T-rex csontvázat lehet feltárni, kis archeológusaink ott eltöltik az időt, van egy mozink, ahol reggeltől, tehát 10 órától 6 óráig folyamatosan ismeretterjesztő dínós filmeket nézhetnek meg, van egy nagy ugrálóvárunk, ami nagyon közkedvelt, és ebben az évben társasjátékokat is helyeztünk ki, amiatt, hogy a nagyobbak is találjanak azért némi elfoglaltságot, amíg a gyerekek mondjuk éppen ásatásosat játszanak. A téli időszakban nyitva tart-e a dínópark? Téli időszakban nem vagyunk nyitva, igazából az időjárás miatt, de tavasszal várunk mindenkit szeretettel. Vannak-e további célok, tervek, elképzelések a bővítéssel kapcsolatban esetleg, vagy valami más dolog behozatala, létrehozása a gyermekek számára az ásatási területen kívül, vagy esetleg az ugrálóváron kívül? Hát igazából szeretnénk folyamatosan fejleszteni, és hát főleg a társasjátékok kisebbnek, nagyobbnak, tehát hogy minél szélesebb korosztály tudja itt kellemesen eltölteni az időt. Köszönöm szépen, és sok sikert a megvalósításához. Nagyon szépen köszönjük. Üdvözlöm Németné Andusek Gabriellát, Tisza Derzsen, a közmunkaprogram helyi sajátosságú csoportjának egy dolgozóját. Mikor érkezett ide Tisza Derzse, esetleg tőzsgyökeres Tisza Derzsie? Itt születtem. Itt született, akkor itt járt? Itt jártam óvodába, iskolába, igen. A családjával is akkor ezek szerint itt telepedett le. Mennyire elégedett a településsel, mennyire szeret itt élni? Hát szeretünk itt élni, azért maradtunk itt. Milyen lehetőségeket biztosít a település? Hát ezt a munkát, ezt a közmunkát, az biztos. Ez jó nekünk éppenséggel, mert mi nekünk családunk van, nem tudunk máshova eljárni. Ez jó. Mióta dolgozik ebben? Én ebben 3 éve. Hogyan kell elképzelni egy munkanapját? Elég kötetlen itt a légkör, ez én úgy gondolom, hogy elősegíti a hatékony és pozitív szemléletű munkavégzést. Jó, a munkatárs, mind a két fiatal asszony. Ők is helybéliek? Igen. Igen, és akkor bejönnek reggel, és akkor ebbe a kis szobába elkezdik a szövés. Nagyon szép szőnyegeket találtunk már itt, illetőleg vannak a másik helyiségben.
párnák, táskák. Mennyi idő egy ilyennek az elkészítése? Milyen anyagokból készült? Honnan szerzik be az anyagokat? Hát azt vásárolják, meg kapják. Megkapnak is sokat, meg vásárolnak hozzá. Uh-huh. A hivatal. Igen. És akkor önök készítik el, önök hárman, ezeket a termékeket. Saját felhasználásra, eladásra, kiállításra, hova? Mindenhova. Mi volt a legutolsó hely, ahol be tudták mutatni a termékeiket? Szolnokon voltak most legutóbb. A közfoglalkoztatási kiállításon voltak, és akkor oda vittek a termékekből. Ott akkor gondolom, hogy szép számmal sikerült is értékesíteni belőlük. Hát, ahogy hallottuk, igen. Mit szeret a leginkább csinálni? A szőnyeget, a párnahúzatot, melyik az, amit... Én csak szőnyeget. Nehéz munka ez egyébként, hogyha valaki, tehát a régi időkben a szövés az nagyanyáink még... Igen, odafigyelős dolog. Nagy. Hol lehet talán elrontani, vagy mi a nehézsége, ha valaki szeretne? A nehézsége, ha összemegy, és akkor hullámos lesz a szőnyeg, és az csúnya. Mennyi idő alatt készül el, mondjuk ott a háttérben található nagyobb színes szőnyeg? Hát az olyan 3 nap. A párnahúzatok, táskák? Arról nem tudok nyilatkozni, mert azt én nem csinálom. Értem. És akkor az anyagok is fontosak, hogy milyenek? Tehát egy kifejezett anyagból dolgoz? Hát a pamut a legjobb, de mindenfélét belerakom. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Pásztrai Lajosné Eszterovó nénit, a Hadszínvirág óvodának az intézményvezetőjét. Most indult a tanév. Hogyan készültetek rá? Hány fővel indítottátok a kis csoportotokat? Mit lehet tudni az óvoda jelenlegi életéről? Óvodánkban az idén is zökkenőmentesen készültünk az új nevelési évre, a 2017-2018-as évre. A nyári időszakban megtörténtek a takarítások, felújítási munkálatok, tehát jószerével, nyugodt lelkiismerettel nyitottuk ki a kapunkat szeptemberben a kicsikeli eszközben, személyfeltételekben biztosítottuk a kezdés feltételeit. Hány főpedagógus dolgozik itt? Óvodánkban 3 óvodapedagógus dolgozik, és egy pedagógiai asszisztens a két vegyes csoportban, két vegyes csoportunk van. A Hadszínvirág óvoda Tiszadersi tagóvodája pontosan ebben az évben jubilál, 10 évvel ezelőtt alakult az abátszalóki mikrotársulás, amelynek egy tagóvodájaként működünk. Milyen a pedagógiai programotok? Pedagógiai programunkat nagy szeretettel ajánljuk és végezzük. 2008-ban tulajdonképpen egy saját programot írtunk, úgy gondoltuk, hogy a lehetőségeket kihasználva áttanulmányoztuk az adaptálható programokat is, de mivel minden lehetőség megvan a környezet is program domináns részének a kialakítására, így környezet is programot írtunk, amit természetesen minden évben csiszolunk, hozzáteszünk, és gyakorlatilag már ott tartunk, hogy helyi csoportnaplót is készítettünk saját magunknak az intézmény arculatára. Nagyon kis összeszedett társaság itt a gyerekek is, ahogy körülnéztünk. Ahogy említetted, nagyon jó a pedagógiai karotok. Ugye kicsi, de családias hangulat uralkodik ebben az intézményben. Milyen a szülőkkel való kapcsolattartásotok? Milyen szóval, dolgokkal lehetne ezt jellemezni? Mennyiben segítenek? Miben szoktak ők segíteni? Milyen az együttmunkálkodás? Igen, hát tulajdonképpen jó szó erre, hogy megvan a varázsa ennek a kis intézménynek, mert hogy napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, a szülői hátteret, a szülői lehetőségeket tulajdonképpen személyenként ismerjük, így sokkal könnyebb a kisgyerekek megismerése is. Nagyon jó a kapcsolatunk, napi kapcsolatban vagyunk, ugyanúgy a fejlesztéseket, a rendezvényeket, rendezvényekre nyitottak, segítőtársaink.
úgyhogy gyakorlatilag mindenben tudunk rájuk számítani, ez egy kölcsönös kapcsolat, mert azt tapasztaljuk, hogy akár pedagógiai kérdésekben, vagy akár iskola előtt is nagyon szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy az óvónénik részéről hasznos tanácsokat kapnak, hasznos javaslatokat, és ezt minden esetben szívesen fogadják. Említetted itt a fejlesztéseket. A tanterven belül, mondjuk így az óvodai programon belül, milyen plusz szolgáltatásokkal tudja kiegészíteni az óvoda a kicsiknek, és nyilván a szülők segítségére a mindennapokat? A pedagógiai programunk pont azért nagyszerű, mert lehetőséget biztosítottunk naponta, hetente arra, hogy minden kisgyerek komplexen hozzájusson azokhoz a tapasztalatokhoz, amikre egy 3-7 éves kisgyereknek szüksége van. Tehát gyakorlatilag hetenkénti tervezésünkhöz olyan játékos tevékenységek, olyan szolgáltatások, amiket közvetlenül az óvónénik nyújtanak, hogy ettől több szinte egy kisgyereknek, azt hiszem, a szereteten, a rengeteg tapasztalaton kívül még ami segítséget kapunk, a pedagógiai szakszolgálat részéről történik meg. Hetente fejlesztő pedagógus jár hozzánk, illetve logopédus, és hetente egyszer hittanfoglalkozást tart a lelkésznő. Az óvodának melyik talán a tanévének a legnagyobb programja, a legnagyobb rendezvénye? Az óvodánk gyakorlatilag évtizedek óta domináns szerepet tölt be ezen a kis településen. Szinte minden rendezvényen ott vagyunk, kezdődik a Mikulás ünneptől, ahová már becsatlakoztak hozzánk az idősek. Ugye a két generációnak a találkozása nagyon érdekes. Tehát gyakorlatilag már a Mikulást is együtt várjuk. 23 évvel ezelőtt indítottuk el a településen a Mindenki Karácsonyát. Akkor jószerével egy kis hangulatos kezdeményezésnek tűnt, de ez már azóta kinőtte magát. Tehát az egész település lakosságát és intézményét megmozgatja ez a rendezvény. Annak idején a téren kezdtük ezt a kis meghitt délutánt, estet, a karácsony előkészítését a családokkal együtt, de azóta már az iskola, önkormányzat és természetesen az egyház is bekapcsolódott, és a karácsony első ilyen prominens napja a családoknál a településen, ez a nap a Mindenki Karácsonya, amit a templomban ünneplünk együtt, és együtt készítjük elő itt a kicsikkel. Egy templomnyi embernek sütjük ki a mézes kalácsot, és készülünk szívvel, lélekkel a szeretet ünnepére. De ezen kívül együtt töltjük például az idősekkel a gyermeknapot, a tavaszköszöntőnkbe bekapcsolódott például a helyi nyugdíjas Tavirózsa nótakörnek a csoportja. Nagyon érdekes, ugye, ahogy a kicsik megismerhetik a nyugdíjas kör előadásában a gyönyörű tiszai népdalokat, ahogy megtanítják és átadják a kicsiknek. Hát ezen kívül farsangunk, jótékonysági báljaink vannak, és amik a környezet is programunkhoz szervesen kapcsolódnak természetesen. Állatok, fák napja, gyógynövényes kertjeink gondozása, tehát mindent kihasználunk. Pluszban még azért mondtam, hogy komplexen próbáljuk ezt az óvodai fejlesztést fölölelni, mert hogy az óvónéni kincsestár az kimeríthetetlen. És ezért próbáltuk évekkel ezelőtt tehetségműhelyekként kialakítani kis festőműhelyt, kis játékos beszédfejlesztő műhelyt. Van egy gyermekeknek szóló környezet is programmal működő számítógépünk, ami szervesen kapcsolódik a környezet is programunkhoz. Ehhez is van egy kis projektünk a tehetséggondozáson belül. Lúttalpas torna, mint ahogy említettem,
csodavilág, tehát kis környezet is, kísérletezős műhelyeink. Tehát azért mondtam, hogy a napi tevékenység fölöleli tulajdonképpen ezeket a hátránykompenzációt is, és a tehetséggondozást is. További célok, tervek, elképzelések melyek? További céljaink tulajdonképpen már most az, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot, ezt a sok-sok gyakorlatot, amit már most társuláson belül a tagovodákba is átadtunk, mert hogy belső hospitálásként már most második éve minden tagovodába vállaljuk a bemutatást, a szakmai napok bemutatását, hol az egyik óvoda, hol a másik óvoda. Ennek a koordinálását vállaltam én, és természetesen a többi óvoda, és szeretnénk ennek a tapasztalatait és az előre lépését továbbvinni, tehát jó szerével a jó gyakorlatot prezentálni más óvodába, továbbadni, vagy esetleg publikálni. További célunk a Zöld Óvoda cím megszerzése, és hát tulajdonképpen, ami minden óvodát érint, az életpálya modell feladatainak a megoldása, mert mindannyiunkat érint a minősítés, a tanfelügyelet, tehát erre megfelelően és maximálisan fölkészülni az óvónénikkel. Köszönöm szépen, és sok sikert a célok megvalósításához. Köszönjük szépen. Üdvözlöm Fazekas Sándort, Tisza Derzs alpolgármesterét. Itt állunk a Tiszató oldalában. Milyen volt az idei évi szezon? Kik látogattak ide? Miről, kik szoktak ide járni? Szerintem remek évet zártunk, rengeteg horgászunk van, akik rendszeresen visszajárnak, éves szinten bérletük van, és akkor bejárnak horgászni. Kisebb-nagyobb eredménnyel, mikor hogy sikerül nekik a horgászok, de az utóbbi időben jelentős a kerékpárturizmusunk, ami a gát tetején történik, és szinte minden hétvégén tömegesen jelentkeznek a kerékpárosok. Van-e ennek valami köze a Tour de Opera kerékpár túrához? Szerintem amilyen tömeggel jelentkezett legutóbbi rendezvényükön a Tour de Operások, szerintem vonzzák a turistákat, meg a kerékpárosokat, mert jelentős esemény zajlott itt a Tiszató körül a Tour de Operások részéről. Itt is volt rendezvényük, és több százan voltak az eseményen. Elég sok hajó van itt kikötve. Ezek a horgászatra alkalmasak? Többnyire horgászatot szoktak belőlük végezni? Vagy szétnézni a Tiszán is? A fő elképzelésük szerintem a horgászat. Hétvégeken, amikor csak ideiglenesen vannak itt a üdülők, akkor szeretnek körbejárni kenuval, csónakokkal, szeretnek bemenni a Tiszára, de főleg a horgászat, ami jellemző nálunk, tehát főleg az, hogy a Tiszatavon, a Tiszán, a vadvízi területeken tudnak horgászni, az jelentős élményt nyújt nekik. Milyen a